December elején 120-102-re sikerült legyőzni a Jászberényt hazai pályán, egy hónap elteltével pedig idegenben is megismételte győzelmét a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. Ezúttal 25 ponttal voltak jobbak ellenfelüknél Dragan Aleksics tanítványai. Szerdán már hazai pályán az oroszlány ellen próbálja meg begyűjteni idénybeli 8. győzelmét a PVSK Veolia. Ez a győzelem a playoff szempontjából kulcsfontosságú lenne. Nyertünk a Jászberény ellen, igen, ráadásul 25 ponttal. A meccs első 3-10 perce azonban nem volt túl könnyű, de a végjátékot jobban bírtuk, így sikerült győznünk ennyire nagy arányban. Szerdai ellenfelünk az OSE ellen 10-15 nappal ezelőtt játszottunk már, jó volt győzelemmel zárni az évet. Az OSE egy fizikális csapat, run-and-gun támadó kosárlabdát játszanak, ami sok pontot eredményez. De mivel ott is nyertünk, így bízom benne, hogy itthon is fogunk. A PVSK Veolia OSE Lions összecsapás január 13-án szerdán 18 órától lesz zárt kapuk mögött a Laubert Ezső sportcsarnokban.